Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit. Most hallgassuk meg a mai evangéliumot Szent Márk könyvéből. Egy alkalommal farizeusok mentek Jézushoz, és vitatkozni kezdtek vele. Égi jelet kértek tőle, mert próbára akarták tenni. Ő lelkeméjéből felsóhajtott, és így szólt. Miért akar jelet ez a nemzedék? Bizony mondom nektek, ez a nemzedék nem kap semmiféle jelet. Ezzel ott őket. Ismét hajóba szállt, és átkelt a galileai túlsó partjára. Eddig szól a mai evangélium rövidke kis részlete, és ebben egy olyan dolgot ír le az evangélista, ami sok mai emberre jellemző, talán mi is voltunk már hasonló helyzetben, hogy egy-egy fontos döntés előtt, vagy amikor volt egy nagy kérdés az életünkben, akkor az imáinkban valamilyen jelet kértünk az Istentől. Azt kértük tőle, hogy egy-egy nehéz döntés helyzetben küldjön nekünk valamilyen útmutatást, küldjön nekünk valamilyen jelet, hogy merre is kell mennünk, hogy milyen döntést is kell hoznunk. Viszont az evangéliumi történetben nem erről van szó, hiszen hallhattuk azt, hogy a farizeusok már eleve azért mentek oda Jézushoz, hogy vitatkozni akarjanak vele. Azért kértek tőle égi jelet, mert próbára akarták tenni. Jézus nagyon türelmes, még azokkal az emberekkel is, akik próbára akarják őt tenni. Nagyon sokszor van, hogy a farizeusok oda mennek hozzá egy-egy kérdéssel, Amivel törbe szeretnék őt csalni, viszont Jézus ezekben a helyzetekben is türelmes marad, és mindig ad valamilyen választ az ő kérdésükre. Sokszor nagyon frappánsan fogalmazza meg, de mindig ezzel a türelemmel viszonyul feléjük. Viszont amikor már ténylegesen csak a próbatétel a céljuk, és csak az, hogy vitába kényszerítsék Jézust, akkor ő lelke mélyéből felsóhajt, ebből is láthatjuk, hogy mennyire emberi arca volt Jézusnak, amikor több egyére próbálkozott egy-egy emberrel, vagy ember hogy változzanak meg, hogy térjenek meg, hogy kerüljenek közelebb az Istenhez, és ez hosszú idő után mégsem sikerült, akkor felszakad a lelke mélyéből egy ilyen nagy sóhaj, amiben Igazából sajnálja, hogy ezek az emberek mégsem változnak meg. És nem ad nekik jelet, ezzel is azt mutatja, hogy azok a jelek, amiket ő véghez vitt, legyen szó bármilyen csodáról, gyógyításról vagy ö, éppen a kenyérszaporításról, azokkal nem a saját hírnevét akarta növelni, nem azért tette ezeket a csodákat, hogy hírt és népszerűséget szerezzen magának hanem mindezek a csodák arra szolgáltak, hogy az Istennek az országából, Istennek a szeretetéből megmutassanak valamit számunkra, emberek számára. Viszont amikor Jézus látja, hogy mindez már nem erről szól, és hogyha még egy jelet be is mutatna nekik, ők akkor sem változnának meg, akkor Jézus azt mondja nekik, hogy ez a nemzedék nem kap semmiféle jelet. Ő már pont elég jelet művelt, pont elég csodát művelt, és nekünk ezek a csodák jelentik az alapját a hitünknek, amivel ő bebizonyította azt, hogy Isten fia, és hogy a mi életünkben is képes csodát tenni.